A batisszára samponnal maximum, de most nem viccelek, tényleg egy percen belül el tudtok készíteni egy tök jó kis frizurát. Sziasztok! Én Mesi vagyok, a Joy.hu szépség szerkesztője. A munkámból adódóan már kitalálhattátok szerintem, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetek a szépségápolásra, az viszont nagyon fontos megjegyezni, hogy a szépségápolás nem csak az arcápolásból áll, meg mondjuk a sminktrükköknek az elsajátításából, hiszen a hajunknak a szépségéért és az ápolásáért is felelősek vagyunk, ráadásul, hogyha a hajkoronánk nem olyan szép, mint az arcunk, akkor az teljesen elronthatja az egész összképet. Nekem alapvetően elég sűrű hajam van, és nem is mondható rövidnek, ezért egy hajmosós procedúra szárítással, hajsütéssel biztos, hogy minimum egy órát elvesz a napomból, ami lássuk be, hogy rengeteg, hiszen főleg akkor, hogyha az ember tényleg siet valahova, vagy fontos dolga van. Épp ezért bevallom, hogy nagyon-nagyon sok száraz sampont kipróbáltam az elmúlt években, és kísérleteztem velük, hogy melyik válik be, vagy melyik nem, és az az igazság, hogy nem voltak valami jók a tapasztalataim. Előfordult olyan, hogy nyomot hagyott a hajamon, és úgy néztem ki, mintha a hajamat belemártottam volna egy lisztes zsákba. Olyan is előfordult például, hogy csak egyszerűen nem volt meg az az igazi, frissen mosott hajérzés, és szerintem annál nincs fontosabb, meg hát végtére is erre lenne való a száraz sampon, és én így emiatt úgy gondoltam, hogy nincs értelme. Ezután viszont csoda történt, ugyanis néhány héttel ezelőtt kipróbáltam a Batiste száraz samponját, és emiatt az az eddigi negatív véleményem mondhatni egy 180 fokos fordulatot vett. A Batiste száraz sampon ugyanis egyáltalán nem hagy nyomot, de tényleg maximálisan kivált egy hajmosást, ráadásul elképesztő finom illata is van. Én mindenképpen ajánlom nektek ezt a száraz sampont, ráadásul a Batiste száraz samponnal maximum, de most nem viccelek, tényleg egy percen belül el tudtok készíteni egy tök jó kis frizurát, amit én most be is fogok bizonyítani, ugyanis a hajam pont olyan állapotban van most, hogy már azért így ráférne egy hajmosás, már nincs ez a frissen mosott hajérzetem, meg amint látjátok, eléggé le is van lapulva. Úgyhogy egy félig feltűzött frizurát fogok elkészíteni a Batiste segítségével, ehhez pedig nincs másra szükségetek, nyilván a száraz samponon kívül, mint egy hajkefére, egy hajgumira, és egy hullámcsatra. Úgyhogy ezt most el is kezdem. Megmutatom először is, hogy hogyan kell használni a száraz sampont. Az első lépés, hogy alaposan rázzuk fel a terméket. Ezután fontos, hogy 20-30 cm-es távolságból fújjuk be a hajunkat, és ott is a hajtövünket. Elég amúgy csupán néhány helyre, tehát nem fontos az egész hajtövet végigfújni vele, ezt úgy is fogjátok érezni, hogy hova fontos. Ezután pedig jól, alaposan dörzsöljük be a hajunkat, a fejbőrünkbe a terméket, majd egy hajkefe segítségével, hogy semmiképpen ne maradjon folt, fésüljük át alaposan a hajunkat. Amúgy körülbelül ennyiből áll, mert már azt érzem, mintha megmostam volna a hajamat. Még csak ezután jön a frizura, ami tényleg pár másodpercbe fog telni összesen. Fogjunk meg a fejtetőnkön egy nagyobb tömegű hajat, és itt a fülünk fölötti részt, és ez fogja képezni a felső coffunkat igazából. Ezt fésüljük át egy kicsit, és hajgumival kössük össze, majd ezután már csak annyit kell tennünk, hogy a kis felső coffunkból válasszunk ki egy nagyon-nagyon vékony kis tincsecskét, és a hajgumit kössük át, azért, hogy ne látszódjon, egy hullámcsat segítségével pedig csattozzuk el.
És igazából ennyi volt. Egy perc alatt megcsináltuk a frizurát, olyan, mintha hajat mostunk volna. Hogyha tetszett a végeredmény, és ti is ugyanannyira időhiányban szenvedtek, mint én, akkor mindenképpen ajánlom ezt a terméket, amit a leírásban meg is fogtok találni, hogy pontosan hol és hogyan tudjátok beszerezni. Hogyha pedig tetszett a videó, akkor még a további tartalmakért nyugodtan iratkozzatok fel a csatornára, hamarosan jövünk új tartalmakkal. Sziasztok!